Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás november hónapra a bika jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes havi jóslást, a díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, az első sorban. Fölötted nincsenek kártyák. Az jelenteni a te gondolataidat, de zárkózott vagy, nem engeded meg azt, hogy mások belepillantsanak a gondolataidba, nem beszélsz a terveidről. Ha te egy férfi vagy, akkor itt vagy látható. Persze ez a férfi lehet a hölgy lelki társa is. Ami szép a kivetésnél, hogy ez a nő és ez a férfi egy vonalban van, tehát itt megvan a kapcsolat. Ez a férfi fogva érzi magát ugyan még ebben az arany kalitkában, ez egy szűkös helyzet, ahol nem érzi jól magát. Ez lehet a munkahelye, vagy még egy párkapcsolat. Majd ez lezárul, hiszen itt van a koporsó, és a koporsó lezárja ezt a helyzetet. Ami kettőtöket összefűz, az egy találkozás. Ő szeretne megérinteni téged, itt lesz egy testi kapcsolat, egy ilyen közeledés. Itt a kártyák jelentik az ő gondolatait, megjelenik a kártyavetőnő, lehet, hogy kéri a tanácsát, és mit mond ez a kártyavetőnő, mit mond ez a jósnő, az itt látható. A jósnő azt közli vele, hogy kettőtök között van egy kármikus kapcsolat. Itt megjelenik a kereszt, amikor a sors utak kereszteződnek. Itt látható ez a nagy medve, amit a kártyavető nő még mond, hogy neki be kell bizonyítani magát. Lesznek olyan események, ami olyan hirtelen jön, amikor nem számít rá. Ez a kasza az jelentet egy szakítást is, vagy azt is, hogy felmond a munkahelyén, vagy felmondanak neki. De itt kinyílik az ablak, itt az ideje, itt megvan ez a papír, tekercs, tehát lesz itt majd szerződés, lesz egy új lehetőség, és ez szerencsét hoz számára. Ez a férfi egy vonalban van a kártyákkal, a kereszt jelenti a döntéseket is, amikor elérkezik az élet útján a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Valaki tanácsot ad neki, itt látható alul, hogy vannak találkozások, fontos beszélgetések. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van. Itt a lehetőség egy munkahelyi változásra. A virágcsokor jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy egy magán cég kiépítését. A virágcsokor jelenti azt is, hogy megszépít valamit, vagy lesz egy ajándék, egy meghívás. Itt a ház jelenthet egy stabil párkapcsolatot, erre tudtok építeni, de jelentheti az ő otthonát is, vagy a családot. Ez a hölgy a hajóval van egy vonalban, tehát ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya kapcsolatban van veled. Ez jelenti a reményt, vagy külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy. Itt látható egy férfi, lehet, hogy külföldről jön. Ez lehet egy másik férfi is, aki itt tükröz számodra valamit,
a tükörben látható a nyitottsága, keresi veled a kapcsolatot, és itt a csillagok szerencsét hoznak. Persze ez a kártya jelentheti azt is, hogy az ő hozzáállása megváltozik, nyitottabb lesz hozzád, amit ez a nyitott könyv is jelent. És most megnézzük azt, hogy mi történik az egyes hetekben. Első hét november hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, te állsz a középpontban, de nem beszélsz a terveidről. Itt megvan az életerő, de azt is jelenthetik a kártyák, hogy itt van iskolázás, és lesz egy vizsga. Fontos döntéseket fogsz hozni, itt kinyílik egy ablak számodra, ami szerencsét hoz. Lesznek olyan események, ami olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá. Itt a nap megvilágít egy új irányt, hiszen itt láthatóak az utak, és elgondolkodsz azon, hogy melyik irányba folyamodnak majd a dolgok. Itt lesz mozgás, egy új kezdet, és a nap megvilágítja az élet utadat. Második hét november hónapban itt látható. Ez a kártyavető nő elmondja a jövőt. Vagy azt is jelentheti, hogy te vetsz kártyát, hogy ez a hivatásod. Itt látható a szerencse, meg itt vannak a lehetőségek. Lesz egy tevékenység, utalhat erre a munkára, lesznek változások. Itt kinyílik egy ajtó, egy ablak, ezek a lehetőségek. Ez a férfi lehet valaki külföldről, aki gondol rád. De azt is jelentheti, hogy ez a férfi megváltoztatja a hozzáállását. Nyitottabb lesz veled szemben. Harmadik hét, november hónapban itt látható, ez a férfi áll a középpontban, az arany kalitka lezárul, itt lesz csevegés, beszélgetés veled. Látható, hogy nyitott vagy erre a találkozásra. Itt van a hűség, és javul az anyagi helyzet, tisztázódnak bizonyos dolgok. Ennek eljött az ideje, és meg lesz a kapcsolat. Persze ez a gyűrű jelenthet szerződéseket is. Utolsó hét november hónapban itt látható, az egerek eltávolítják a nehézségeket, a vitákat, sőt lezárul ez a szükös helyzet. Az egerek el tudják távolítani ezt a hölgyet is, hiszen látható, hogy az ő gondolataiban megjelennek a halak, tehát az anyagiak és kíváncsi az ő anyagi helyzetére. Itt lesznek találkozások, családon belül is, vagy kiépül valami, itt a szerencse, és ez a szív jelenti a szerelmi kapcsolatot, itt is megvan a szerencse, ehhez az idő, hogy legyen közeledés, ahogy ő tulajdonképpen tervezi is. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel Rám!